Üveg, plakett, bekeretezett oklevél és egy könyv, melyet Szentgyörgyi Albert özvegye saját kezével szignózott. Ezeket vehette át Körmendi doktor a Budapesten tartott díjátadó ünnepségen, a Magyar Tudományos Akadémia épületében, ugyanis a Szentgyörgyi Albert orvosi díj közönség szavazásán a délkelet-magyarországi kategóriában ő kapta a legtöbb szavazatot. Ez a Goodwill Pharma nevű magyar gyógyszergyár alapította díj, kifejezetten a magyarországi orvosok számára létesült. Régiókra osztották az országot, és tulajdonképpen a betegek jelölhetik az orvosokat egy-egy gyógyítási történettel, utána pedig internetes szavazásra bocsátják a jelölt orvosokat, és így lehet tulajdonképpen elnyerni ezt a díjat. Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye összesen 78 orvosa közül került ki végül győztesül. Városunkból nem csak Körmendi doktort jelölték a díjra, összesen 5 kalocsai orvos került fel a listára, azonban csak a tüdőgyógyász érdemelte el a plakettet. Több mint 3000-en szavaztak rám, ez országos szinten is elég jelentős volt, talán 5 vagy 6 ember volt, aki 3000-nél több szavazatot kapott az országban. Némi bonyodalom is színezte magát a szavazást, mert függetlenül attól, hogy elég biztosnak látszott a rendszer, pont a mi régiónkban meghekkelték a szavazást, és ezzel némi riadalmat, illetve nehézséget okoztak a szavazatok összeszámlálásakor, de az alapítványnak a számítástechnikusai azok úrrá lettek ezen. A doktor hangsúlyozta, számára a betegek visszajelzése a legnagyobb elismerés, ezért is büszke kifejezetten a díjra. Kihangsúlyozta továbbá, nem csak számára, de a kalocsai kórház számára is nagy jelentőséggel bír maga a díj. Továbbá az is, hogy 5 kalocsai orvos is felkerült a listára. Talán a betegek, illetve azok az emberek, akik ismernek, azok tudták eldönteni, hogy érdemes vagyok erre a díjra, vagy nem. Nyilván ebben voltak orvosok is. Nekem az is nagy elismerés volt, amikor megnyertem ezt a díjat, akkor több orvos kollega is mondta, hogy rám szavazott. Ez nagyon-nagyon jól esett. Én azt gondolom, hogy ez még egy külön súlyozta ezt az elismerést. A díjjal járó pénzjutalmat a doktor jótékony célokra fordítja. Kalocsa Szentgyörgyi Albert díjas orvosával készített interjúnkat teljes terjedelmében a május 8-ai Staféta című magazinműsorunkban tekinthetik meg.